Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolna Tej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztések Szekszárdon, megépül az úszoda és elindul a SZÜV épületének átalakítása is. Bosszúból vették el a nevüket, a helyi városvédők elnöke szerint az Éjjel-Szekszárd le akar számolni velük. A cél a gazdaság élénkítése, vállalkozói egyesület alakult Dombóváron. Álláskeresés interaktív módon, megújult karrierportálon várja leendő munkatársait a Paks 2 ZRT. Meghosszabbított úszoda szerződés, megvásárolt SZÜV épület és a városkép javítása. Ezekről esett szó Ács Ezső pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. Szekszárd polgármestere szerint még sosem volt olyan összhang a kormánypárti és ellenzéki képviselők között, mint a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen. A polgármester azt mondja, végre haladást tapasztal a város életében. Ez a város hosszú távú érdeke, hogy a megkezdett úszodaberuházás befejeződjön. Nem maradhatott a sporttelepen egy torzó. Ács Rezső javaslatára a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen egyhangulag szavazták meg a képviselők, hogy jogfolytonosságát megőrizve meghosszabbítsák az úszoda felújításáról szóló szerződés december végéig. Addig meg kell állapodni a kivitelezővel a projekt befejezésének végleges határidejében. Ez azt jelenti, hogy az úszoda megépülhet, és a városnak nem kell lemondania az esetleges kötbérigényéről. Érdemi döntés ezen a közgyűlésen született, és a legfontosabb üzenete az, hogy be kell és be is fogja a város fejezni az úszodának az építési beruházását, és lesz végre a megyeszékelynek egy 21. századnak is megfelelő úszodája, és ez ki fogja szolgálni nem csak a város, hanem a város környéket is. Ács Rezső a hétértékelőn arról is beszélt, hogy a közel két évtizede üresen álló egykori SZÜV épülete hamarosan új funkciót kap. Az önkormányzat ugyanis megvette a 2000 négyzetméteres épületet, mindössze nagyjából 80 ezer forintért négyzetméterenként. A polgármester szerint ez volt az első eset a tavalyi választás óta, hogy a közgyűlésben többségbe került Éjjel-Szekszárd frakció nem próbált meg ellehetetleníteni egy városi fejlesztést. A cél, hogy az épületet egy teljes felújítás után a Tolna megyei szakképzési centrumnak adják át használatra. Azon kevés városok közé tartozunk, aki gondolt arra, hogyha a szakképzés megerősíti, azzal a város jövőjének az alapjait is megerősíti, hiszen aki jó szakmát tanul, az valószínűleg itt fog maradni a városban, és itt fog családot alapítani, és itt képzeli a jövőjét. Az egykori SZÜV épülete a Modern Városok program részeként újul meg, így a beruházás nem terheli majd a szekszárdi költségvetést. Az ingatlan megvásárlása illeszkedik abba a koncepcióba, amit még az előző városvezetés fogalmazott meg, és aminek a célja, hogy minél több használaton kívüli épületet töltsenek meg új funkcióval. Ezzel a fejlesztéssel nem csak a szakképzést erősítjük, hanem azt a fajta városi elképzelést szeretnénk ismét elővenni vagy megerősíteni, hogy a használaton kívül lévő, de városközponti épületeknek a élettel való megtöltése történjen meg, és kívülről is újítsuk fel ezeket, hogy városképi szempontból sokkal jobb legyen a belvárosnak a környezete tulajdonképpen, hogy a városba érkezőket egy jobb kép fogadja. Ennek egyik fontos példája a volt BM klubba épülő ügyeleti központ orvosi rendelővel. Az elhagyott épület megtelt élettel, és hamarosan kívülről is felújítják majd. Ács Rezső azt mondta, végre haladást tapasztal a város életében. Bosszúból próbálja megvonni az Éjjel-Szekszárd a helyi városvédőktől a Tolnai megyeszékhely nevének használati jogát, ezt mondja a civil szervezet elnöke. Szabó Balázs szerint ezt azért teszik, mert ők korábban több, az Éjjel-Szekszárdra nézve kínos ügy kapcsán is nyilvánosan megszólaltak. A szekszárdi városvédők elnöke szerint a névhasználat megvonása egyértelműen azt üzeni, hogy az Éjjel-Szekszárd bosszút áll mindenkin, aki a kínos ügyeikről nyilvánosan beszél. Mit üzentek a szekszárdiaknak a nevünk elvételével? Mégpedig azt üzenték, hogy az ésszel nem lehet szembeszállni. Bosszúból próbálta megvonni a szekszárdi városvédőktől a Tolnai megyeszékhely nevének használati jogát a város Éjjel-Szekszárd vezette kulturális bizottsága, ezt mondja a civil szervezet elnöke. Szabó Balázs szerint az Éjjel-Szekszárd tagok által vezetett kulturális bizottság azért tiltotta meg a városvédőknek, hogy a szekszárd nevet használják, mert az egyesület elnöke korábban több a többségi frakcióra nézve kínos üggyel kapcsolatban is felszólalt, mint hogy például a
járvány első hulláma idején az Éjjel-Szekszárd úgy osztott segélycsomagokat, hogy azokkal később nem tudtak elszámolni, vagy pedig, hogy a frakció elnöke Bomba Gábor és egy tagja, Csötönyi László hónapokon keresztül törvénytelenséget követtek el, mert köztartozásuk volt, amit egy képviselőnek tilt a törvény. Szabó Balázs szerint a névhasználat megvonása egyértelműen azt üzeni, hogy az Éjjel-Szekszárd bosszút áll mindenkinek, aki a kínos ügyeikről nyilvánosan beszél. Az üzenet mégpedig a következő, hogy az észre senki nem merjen szembeszállni, senki nem merjen ellentmondani, nem merjék elmondani róluk az igazságot, nem merjék azokat az ügyeket, amik számukra kellemetlenek a nyilvánosság elé vonni, vagy hozni. Gondolok itt például a botrányos csomagosztásra, gondolok itt például a köztartozásokra, gondolok itt a haverok helyzetbe hozására. A szekszárdi városvédők nem nyugodnak bele az Éjjel-Szekszárd vezette kulturális bizottság döntésébe. Az elnökük azt mondja, az ő személye ebben az ügyben nem számít, de az egyesületük által megfogalmazott célokhoz továbbra is ragaszkodnak, és minden lehetséges módon ellenőrzik a hatalmon levő frakciót. Soha nem voltunk még ilyen erősek, mint most. Több száz támogatói levél érkezett egyébként a saját oldalunkra, és biztatnak bennünket a hasonlóképpen gondolkodók, hogy mentsük meg a várost. Szabó Balázs most azt mondja, fellebbeznek a kulturális bizottság döntése ellen, ha pedig ez nem jár eredménnyel, a bírósághoz fordulnak. Ők ugyanis nem az önkormányzatnál bejegyzett civil szervezet, hanem az annál sokkal magasabb rendű cégbíróság hitelesítette a tevékenységüket. Szabó Balázs sajtótájékoztatójával kapcsolatban megkerestük Csötönyi Lászlót, az Éjjel-Szekszárd vezette kulturális bizottság elnökét is. Szerettük volna tőle megtudni, pontosan miért próbálják elvenni a szekszárdi városvédők nevét, ő viszont adásunkig nem válaszolt a kérdésünkre. 16 taggal megalakult a Dombóvári Vállalkozói Egyesület. A gazdasági szereplők összefogásának célja, hogy párbeszédet folytassanak a kormánnyal, a megyei önkormányzattal és Dombóvár vezetőivel a jövőbeli feladatokról, fejlesztésekről, a helyi cégek érdekeit képviselve. Az alakuló ülésen Süli János, tárca nélküli miniszter is részt vett, aki arról beszélt, miként tudna bekapcsolódni az Egyesület a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos munkába. Kihagyták a döntésekből, projektekből a dombóvári vállalkozókat az elmúlt években. Minden őket érintő fontosabb kérdésről a fejük fölött döntöttek, így például az adónemek bevezetéséről is. Ezzel indokolták a Dombóvári Vállalkozói Egyesület tagjai megalakulásuk létjogosultságát. A városvezetésben beállt, tavaly októberi változást követően határozták el, hogy létrehozzák a helyi gazdasági szereplők körét. Az a céljuk, hogy a helyben megvalósuló projektekből, beruházásokból jobban kivegyék a részüket, és fejleszék a várost, mondta az alakuló ülésen Papp Zoltán elnök. Ha megkérdeznek tőlünk valamit, akkor mi tudjuk képviselni a vállalkozói réteget, el tudjuk mondani aznak az álláspontját, és ezzel úgy gondoljuk, pozitív irányba tudjuk befolyásolni a városi döntéseket és határozatokat. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt emelte ki, ideje volt, hogy párbeszéd induljon a városvezetés és a vállalkozói kör között. Több beruházásnál, fejlesztésnél számítanak majd a munkájukra, és minden információt megadnak számukra. 2018-ban a Tüskei Ipari Park cím elnyerésért megtett minden dombál is meg is nyerték a címet. Ez a terület pillanatnyilag még infrastruktúrális fejlesztés előtt áll. Ezzel kapcsolatosan a pályázat elkészült. Megítélésem szerint a közeljövőben ez pozitív elbírás alá fog esni. Több mint 300 millió forintért tudunk infrastruktúrát fejleszteni. Ez azt gondolom nem csak azoknak jelent majd nagy előrelépést, akik ott vannak, hanem ezzel új vállalkozásokat is tudunk Dombóvárra hozni. Az alakuló ülésen Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki a paksi atomerőmű bővítés kapcsán felmerülő lehetőségekről beszélt. Kifejtette, jövő szeptemberben kapják meg az engedélyt a főépület megépítésére, de több mint 80 épületet kell addig is kialakítaniuk. Ezek zöme acélszerkezetű létesítmény, és mivel Dombóváron hagyománya van az acéliparnak, szerkezetépítésnek, így a munkából a dombóvári vállalkozók is ki tudják venni a részüket. A tendereket az orosz fél írja ki. Fővállalkozó felel tulajdonképpen mindenért, de neki is az a célja, hogy a 40% magyar beszállítás arányba, ott minél több magyar vállalkozót vonjon be ezen épületek építésébe, mert akkor szerez tapasztalatot, kialakíthat közös céget,
a magyar cégek, és akkor így hosszú távon is együtt tudnak működni. A Dombóvári Vállalkozói Egyesület megalakulását követően egy zárt ülés vette kezdetét, ahol a további célokat, terveket vették sorra a megjelentek. Jövő év márciusától pályázható lesz a Magyar Falu Program keretében a falusi kisboltok megnyitására szolgáló támogatási keret. Olyan falvak pályázhatnak erre, amelyekben nincs bolt, hiszen az semmiképp sem cél, hogy a meglévő vállalkozásokat tönkre tegyék. Emellett kell rendelkeznie az önkormányzatnak egy saját tulajdonú helyiséggel, amelyet a pályázati támogatásból felújíthat, beszerezheti a szükséges eszközöket, feltöltheti az üzletet árukészlettel, és várhatóan valamennyi ideig bérjárulék támogatást is kap majd a nyertes pályázó. Megújult karrierportálon várja az álláskeresők jelentkezését a Paks 2 ZRT. A vállalat honlapjáról egyszerűen elérhető interaktív felületen nem csak a meghirdetett konkrét állásokra lehet jelentkezni, hanem részletes önéletrajz is feltölthető. A pályázó így bekerül egy adatbázisba, és a jelentkezését automatikusan számításba veszik, ha megnyílik egy neki megfelelő munkalehetőség. Már elérhető Paks 2 új karrier oldala. A megújult internetes felületen szakmai gyakorlatra, pályakezdőknek írt munkakörre és több éves tapasztalatot igénylő állásokra is lehet jelentkezni, de önéletrajz is feltölthető egy későbbi ajánlat reményében. A korszerű interaktív felületen a jelentkező valamennyi szakmai tapasztalata részletesen megadható. A megújult karrier oldal így sokkal egyszerűbben használható, mint a régi változata. Egy egyszerű regisztrációs folyamatot követően bele tud menni már az adott felületre, részletekbe bele tud menni egy adott pozíció tekintetében, milyen elvárásaink vannak és milyen feltételeink vannak a foglalkoztatáshoz. De ez ugyanúgy érvényes a szakmai gyakorlatát itt tölteni kívánó jövőbeni, reméljük jövőbeni szakembereknek, illetve igaz a Mérnök leszek program részvevőre is. A karrierportál létrehozását az indokolta, hogy Paks 2-nél már az új blokkok üzemeltetésére is készülnek, ezért jelentős létszámbővítést tervez a vállalat vezetése. Ezért az adatkezelési szabályokat maximálisan betartva a jelentkező beleegyezésével Paks 2 munkatársai a már korábban érkezett hagyományos papíralapú önéletrajzokat is feltöltik az új interneten is elérhető adatbázisba, ez pedig hatalmas előnyt jelent a kiválasztásnál. Az egyik legnagyobb újítás a rendszer bevezetésének az az, hogy a humán igazgatóságon dolgozó munkatársaimon kívül az adott szakterület, amelyre meg lett hirdetve a pozíció, annak a szakterületnek a vezetője is a rendszer része tud lenni, nyomon tudja követni, hogy az adott pozícióra jelentkező munkavállaló egyáltalán, hogy ki az a munkavállaló, másrészt az adott pozícióra jelentkezett munkavállalónak hol járunk az interjúztatási folyamatával. A karrierportálon regisztrálókat értesíti a rendszer arról, hogy befogadta az önéletrajzukat. Emellett ők is nyomon tudják követni jelentkezésük státuszát az új portálon. A rendszerbe azoknak is érdemes önéletrajzot feltölteni, akik éppen nem találnak nekik megfelelő munkát, így ugyanis bekerülnek az adatbázisba, ami egyet jelent azzal, hogy egy később megnyíló állás lehetőség esetén az ő önéletrajzukat is számításba veszik Paks 2 munkatársai. A németek kitelepítésének 75. évfordulójára emlékezünk jövő év januárjában. Az országos rendezvényre ezúttal Bonyhádon kerül sor. Miután a Völcségi Városban ezidáig csak emléktábla jelezte a magyarországi németség tragédiáját, az évfordulóra egy szobor felállítását határozták el a megyei német szervezetek. A Tolna megyei Német Önkormányzatok Szövetsége, valamint a megyei önkormányzat és a bonyhádi németek összefogtak, és egy megbízást adtunk Szatmár Juhos Lászlónak, ő egy országos hírű szobrász, és őt bízzuk meg, hogy készítse el ezt az emlékművet. Elkészültek a látványtervek. Családi és szakmai napot szervezett a bonyhádi önkormányzathoz tartozó Váraljai gyermektáborban két szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó egyesület. A program célja az volt, hogy minél többekkel megismertessék az idehaza még kevésbé elterjedt brit húsmarha fajtákat. És sajnálatos módon a legtöbb állat lábon élve el is hagyja az országot. És ezen szeretnénk változtatni, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, és ezért elsősorban sütünk különböző módon ezekből a fajtákból nagyon finom ételeket, meg átbeszéljük azokat az aktuális kérdéseket, hogy hogyan tudunk előrébb lépni. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Közbiztonság, parkolás, önkormányzati lakások, ülésezett a Siklósi Képviselőtestület.
turistautak két keréken, e-bringákkal járják Baranyát a turisták. Siker első segély ismeretből első helyen végeztek a pécsi iskolások. Fontos kérdésekben döntöttek a képviselők a Siklósi Városházán. A település polgármestere számolt be stábunknak a részletekről. Rigl Gábor több intézkedést is kiemelt a napi rendi pontok közül. Többek között a tavalyi év közbiztonságáról szóló beszámoló, a parkolási és közlekedési rend újragondolása és önkormányzati ingatlanok vásárlása, illetve bérbeadása szerepelt a listán. A városvezetés célja, hogy még élhetőbbé tegye a települést. Egy perces néma főhajtással indult a képviselőtestület ülése Siklóson. A politikusok Máté Jánosra, korábbi polgármesterre, díszpolgára emlékeztek, aki szeptember 27-én hunyt el. A tiszteletadást követően elsőként rendőrségi beszámolót hallhattak a résztvevők. Garambári Gábor a 2019-es évet értékelte. A kapitányság illetékességi területéhez tartozó 91 településen összesen 709 bűncselekmény történt, ami 10%-kal kevesebb, mint a 2018 évi, és ez különösen annak fényében kedvező, hogyha folyamatokat nézünk, mert a tavalyi 709-szel szemben 2010-ben még 2929 volt. A közbiztonsághoz szorosan kapcsolódik a parkolásról szóló napirendi pont is. Az elmúlt időszakban szakemberek felülvizsgálták a siklósi parkolási és forgalmi rendet. A polgármester stábunknak elmondta, megalapozott anyag készült a parkolás újragondolásához. Szeretnék, ha 2021. január 1-jével már átállna az új rendszer. Megoldásra szorul a belváros túlzsúfoltsága, valamint az intézményi területeken fennálló közlekedési, illetve gépjármű elhelyezési problémák. Az alapvető cél az az, hogy mozdítsuk meg a belvárosnak az egyes zónáját, és e tekintetben több javaslat is született, és próbáljuk meg elérni azt, hogy azok a parkolófelületek, amelyek a belvárostól egy kicsit távolabb vannak és alul hasznosítottak, azokat vegyük jobban igénybe, és esetleg egy kevés gyaloglással közelítsük meg a belvárosban lévő célterületeket. Ezek mellett bevezetnének egy időkorlátot is, ami a szűkebb értelemben vett belvárosi parkolásra fog vonatkozni. Továbbá változtatnak az árakon és a zónákat is átalakítják. Ennek az ingatlannak a kerítéséről pedig hamarosan lekerül az eladó felirat, ugyanis a siklósi önkormányzat vásárolja meg a telket. A városfejlesztési programban szerepel az otthonteremtés, melynek része ez a létesítmény. A cél, hogy fiatalokat csábítsanak a településre, ehhez új lakóterületeket alakítanak ki, valamint kedvezményesen biztosítják az építési telkeket. Ezeken társasházakat építenek majd, melyek akár önkormányzati, akár piaci alapú bérlakások is lehetnek. A képviselőtestület már korábban is döntést hozott olyan önkormányzati tulajdonú épületekkel kapcsolatban, amelyek nagyon rossz műszaki állapotban voltak, akár fogalmazhatok így is, életveszélyes állapotban voltak. Ilyen egy épület tekintetében már döntés született, ezt az épületet elbontottuk. A Dózsa György utca sarkán lévő épületet elbontottuk. Nyilván annak a helyén is szeretnénk egy hasonló jellegű ingatlanfejlesztést végrehajtani. Többek között ezeket a napirendi pontokat tárgyalták a képviselők a Siklósi Városházán. A megszavazott, elfogadott intézkedések célja továbbra is a település fejlesztése és élhetőbbé tétele. Akár elektromos kerékpárral is eljuthatnak mostantól a turisták Baranya megye természeti csodáihoz. A Dunadráva Nemzeti Park 15 e-bringát nyert egy pályázaton, így akár az egész család elindulhat együtt kirándulni, hiszen az elektromos rásegítés miatt az idősebbek is tudják tartani a tempót ezekkel a járművekkel. Egyelőre 3 útvonalon vezetett túrát szervezett munkatársaival a Nemzeti Park. Elektromos kerékpárok a Baligeten a barlang bejárata előtt. Itt adták át a Dunadráva Nemzeti Parknak ezeket a járműveket használatra október 1-én. A Nyugat-Mecseki és a Kelet-Mecseki Tájvédelmi Körzetnek a természeti értékei, amik bemutatásra kerülnek itt az elektromos meghajtású kerékpároknak a segítségével. De itt, ahol most állunk, a Baligeten, itt is van egy körtúra, ahol a Barlang, Denevér Múzeum, Orfűi Malom Múzeum, Kovács Szénája, medvehagyma bemutató hely tekinthető meg egy néhány órás túrának a keretében.
de Pécsvárad felé is lesz egy túróútvonal, illetve Pécsre is el lehet jutni. Például lehet Baranya megye az országnak a kerékpárutak fejlesztésében, mondja a terület parlamenti képviselője. Az országos tervek között már szerepel a Siófok és a Pécset, a megyeszékhelyet összekötő kerékpárút. Itt a nyomvonal terv az már elfogadásra került, és a kivitelezés is elkezdődött. A másik környékén már láthatják is, akik autóval közlekednek, hogy a kerékpárút gőzerővel épül. A nyomvonal terv az elkészült, úgyhogy most az engedélyes tervek készítése kezdődik. Tulajdonképpen megteremtődik egy olyan tengely, hogy a Balatontól egészen a Dráváig le lehet majd jönni kerékpárral. Az elektromos kerékpárokat egy pályázat keretében nyerte el a Nemzeti Park az Aktív Magyarország program keretében. Minden olyan intézkedés, ami arra irányul, hogy egy kicsit megmozgassuk az embereket, akár itt kint a természetben, akár csak a lakótelepen a létrehozott futókörrel, azok ebbe az intézkedés csomagba tartoznak, és ennek egyik része az, hogy elindítottuk most a Nemzeti Parki e-bike programot. Most 15 elektromos kerékpár érkezett a Dunadráva Nemzeti Parkhoz. Az Aktív Magyarország programban 150 millió forintból szereztek be a hazai nemzeti parkoknak ilyen járműveket. Három internetes forduló után első helyen jutott be a Pécsi Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképzőiskola csapata az elsősegély ismereti verseny országos döntőjébe. A járványhelyzetre való tekintettel a döntő online zajlott. A pécsi csapat az országos döntő egészségügyi kategóriájában első helyen végzett. Mercedes és Emese elsősegélynyújtó ismereteit frissíti fel éppen, de a járványhelyzet miatt ezúttal az udvaron. Mindketten tagjai voltak iskolájuk országos bajnok csapatának, amit egészségügyi kategóriában értek el. Nagyon jól éreztük magunkat így a versenyen, és mindent gyakoroltunk előtte, és ez az egész helyzet így szokatlan volt számunkra, mert nem élesbe kellett csinálnunk, hanem ilyen kamerafelvételen. A járványhelyzetre tekintettel a döntő online zajlott a napokban, az intézmény modern elsősegélytermében. Izgultam, mert hát teljesen szokatlan volt, meg amúgy is izgultam volna, de így online én össze nem is tudtam elképzelni, hogy ez így hogy fog kinézni, szóval így kicsit idegen volt, de nagyon jó volt, és nagyon jó volt, hogy nagyon tudtunk haladni, hogy nem volt megakadás, hanem folyamatosan tudtunk csinálni mindent, szóval igazából jó volt. A csapat harmadik tagja Katona Zsófia volt. A lányok felkészítő tanára elmondta, tavaly is nyertek, de akkor idősebb tanulókkal vett részt a versenyen. Miklósné Szalai Edina büszke arra, hogy idén a tizedikesek is győzni tudtak. Elsőként jutottunk be eleve a döntőbe is, és hát mivel a döntőt nem lehetett ugye Pesten megrendezni, mert eddig mindig ott volt nagy nyilvánosság előtt különböző szituációkkal, így akkor Teams-en keresztül kellett bejelentkeznünk egy ilyen szombat délutáni napon, és meg voltak határozva, hogy miket kell kötelező elemként megcsinálni, illetve szituációkat kellett megoldani a lányoknak, és hát nagyon jól megoldották és ügyesek voltak, mondjuk sokat készültünk rá napokon keresztül gyakorlatilag az első segélyteremben. Az intézmény is büszke tanulóira, hiszen rendkívüli körülmények között is helytálltak, és a kötelező elemek teljesítése után számos szituációt oldottak meg jól. Ők technikumi oktatásban vesznek részt, ez azt jelenti, hogy 5, illetve 6 év után érettségivel és korszerű szakmai ismeretekkel felvértezve kerülnek ki a munkaerőpiacra. Nagyon fontos területekre, hiszen folyamatos utánpótlást biztosítunk az egészségügynek, illetve ettől az évtől az új ágazatunkkal a sport területen is, a sportedző, sportszervező, wellness fitness instruktor területeken. A verseny célja minden évben a tanulók elsősegélynyújtási, egészségvédelmi és egészségfejlesztési ismereteinek fejlesztése elméletben és gyakorlatban egyaránt. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Fejlesztések Szekszárdon, megépül az úszoda és elindul a SZÜV épületének átalakítása is. Bosszúból vették el a nevüket, a helyi városvédők elnöke szerint az Éjjel-Szekszárd le akar számolni velük. A cél a gazdaság élénkítése, vállalkozói egyesület alakult Dombóváron. Álláskeresés interaktív módon, megújult karrierportálon várja leendő munkatársait a Paks 2 ZRT. Szombaton erős széllel kísért jelentős melegedés várható, emellett napos, illetve mérsékelten fátyol felhős, szűrt napsütéses időre van kilátás. Vasárnap egész nap napos, csapadékmentes idő várható,
Délelőtt még erős, délután mérséklődő déli szél fúj. Csökken a hőmérséklet, de így is enyhe idő várható. Hétfőn ismét erős déli szél támad. Változóan időről időre erősen felhős időre van kilátás, átmeneti naposabb időszakokkal. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!